Atya, Jézus Krisztus. Igen, Andrea nővérnek hívjuk, és közelről érkeztem. Ott élek a szerzetesi közösségben. A szerzetesi közösség az egy Istent kereső közösség. Nálunk is nagyon fontos szerepet játszik ez az Isten keresés, és napjainknak két csúcspontja van. Az egyik az a reggeli szent mise, amit mindig közösségben végzünk, ahol magunkhoz vehetjük Krisztust az oltári szentségben. A másik pedig az esti szentség imádás, ahol szintén körbe térdeljük az oltárt és Jézus Krisztust, és őt imádjuk közösen, neki adjuk újra és újra az életünket. Ezen kívül hát iskolát is vezetünk, én tanár is vagyok, és az elmúlt két évben ugye egyházmegyeileg is úgy készülünk az eukarisztikus kongresszusra, hogy a hittanversenyek azok erről szólnak. És most egy pár évben én is készítettem fel diákokat, és közösen elgondolkodtunk azon, hogy mi is az eukarisztikus kongresszus, honnan ered. Utána olvastuk, utána néztünk a diákokkal, és ezeket a tapasztalatokat szeretném most önökkel megosztani. Ja, két ilyen ijesztő kifejezés is lehet benne, legalábbis ami a diákok számára is egy kicsit elgondolkodható. Az egyik az, hogy nemzetközi, hogy valami idegen, valami nagy, valami rajtunk sokkal jobban túlmutató. A másik pedig a kongresszus, amiről általában mi tudós dolog jut eszébe mindenkinek, hogy akkor ott püspökök, tudósok, szakemberek, papok összedugják a fejüket és kiötlenek valami okosat. Tehát semmi olyan dolog, amihez nekünk valami közünk is lenne. És az a szép az eukarisztikus kongresszusban, hogy pont, hogy nem erről szól, hanem mindenki számára nyitott, mindenkinek tud adni valamit, és mindenki tud valamit, be tud valamit fogadni a kongresszusból. A három előkészítő év különböző aspektusokra hívta fel a figyelmet, és ebben is tudnám összefoglalni az eukarisztikus kongresszusnak a célját. Az egyik az a saját hitünknek a megerősödése, a hitünk megvallása. Hogy mi megerősödjünk hitünkben, mi egyre jobban megszeressük, megismerjük az eukarisztikus színekben jelenlévő Úr Jézus Krisztust. A másik az az, hogy ha mi megismertük, akkor megismertessük másokkal is, a környezetünkkel, azokkal az emberekkel, akikkel találkozunk, diáktársainkkal, kollégáinkkal, rokonainkkal, családtagjainkkal. A harmadik pedig a tanúságtétel, a misszió. Megismertetni Krisztust azokkal is, akik még soha nem hallottak róla. Lehet ez szavakkal, lehet ez tettekkel, lehet ez csupán az életünkkel, a kisugárzásunkkal, azzal, ahogyan élünk, amit, akik mi vagyunk. Nagyon érdekes dolgokra bukkantunk rá diákokkal, amikor készültünk a hittanversenyekre. Például az egyik ilyen volt, hogy az eukarisztikus kongresszus az nem a szentszék általi kezdeményezés volt a 19. században, hanem egy világi asszonynak a kezdeményezése, egy francia, egyszerű francia asszony, aki a francia forradalom sötétségei után meg akarta mutatni a világnak, meg főleg a francia népnek, hogy a francia egyház az él és virul és aktív. Úgy hitták ezt a hölgyet, hogy Emily Tamizé, ő szervezett meg egy zarándoklatot 1874-ben. Ez arról, tehát ez egy egyszerű zarándoklat volt, aminek a végén volt egy tanítás az eukarisztiáról, és óriási sikert aratott, körülbelül 50 000-en vettek ezen részt. Ezen felbuzdulva a következő évben is megszervezték ezt a zarándoklatot, ahol már a püspökkar is részt vett az eseményekben. És ennek az lett a következménye, hogy minden évben megszervezték, és ez még csak ilyen nemzeti karaktereket öltött, tehát hogy főleg franciák vettek rajta részt. Az első olyan esemény, amin nem csak franciák, hanem 8 országbeli emberek amelyekbe kapcsolódtak, az az 1881-es Lilli zarándoklat volt. Ez azért is volt más, mint a többi, ugyanis már nem csak elzarándokoltak egyik helyről a másikra és a végének tanítás, hanem volt benne körmenet, szentségimádás, szent mise, tanúságtétel, tanítás, tehát ugyanazok a programotok szerepeltek benne, mint amik a 2020-as kongresszusban is majd jelen lesznek. Ami nekünk fontos így a magyarság szempontjából, tehát az az 1938-as kongresszus, mivel nagyon sok párhuzamot lehet vonni a mostani 2020-as meg a 38-as között. Az első az ahogyan megkapjuk a rendezésnek a jogát. A 38-as kongresszus előtt 1937-ben Fülöp-szigeteken, Manilában volt nemzetközi eukarisztikus kongresszus, és ott tudtuk meg, hogy a következő, a 38-as az Magyarországon lehet, és kicsit visszagondolunk, ugyan az előző 2016-ban volt, de szintén a Fülöp-szigeteken, Cebuban, és mi szintén ott tudtuk meg, hogy a következő nálunk lehet, egy ilyen különleges kötődésünk is van a Fülöp-szigeteki néphez ezáltal is. A 38-as kongresszus megelőzte egy nemzeti eukarisztikus kongresszus is 10 évvel korábban,
és ezen felbuzdulva érezte úgy a kispokkal is, hogy képesek vagyunk a 38-as megszervezni, ezen körülbelül 200 000 résztvevő volt. Ez csak egy nemzeti eukarisztikus kongresszus volt. És azért is nagyon örültünk ennek a 38-osnak, mert ekkor ünnepeltük, hogy ekkor emlékeztünk meg Szent István királyunk halálának 900. évfordulójáról. Annak a kongresszusnak a jelmondata az Eucharistia Vinculum Caritatis, az Eucharistia a szeretet köteléke. Erről majd még Mira nővér bővebben fog mesélni, hogy mit is jelent ez. A himnusza pedig a mindannyiunk által nagyon ismert 280b számú ének, a győzelemről énekelés a keleti istvánokat. Azért is volt nagyon fontos ez a kongresszus, nem csak nekünk magyaroknak, hanem az egész világon, ugyanis ha belegondolunk abba, hogy 1938-ban ugye a nácizmus már eléggé elterjedt, tehát Hitler nagyon erős. És ezt az erejét próbálja fitoktatni azzal is, hogy az osztrákoknak, a németeknek megtiltja azt, hogy ezen az eseményen Magyarországon részt vegyenek. De ennek ellenére a több mint 500 000 résztvevő mellett kb. 25 000 külföldinek mégiscsak sikerül elvenni erre az eseményre. A kongresszus fővédnöke akkor Horthy Miklósné volt, ez azért nem Horthy Miklós kormányzó, mivel ő protestáns volt, tehát nem vállalhatta ezt a fővédnökséget, viszont a felesége katolikus volt, tehát igen. A Szent Atya követett is a bűnt Eugenio Pacelli bíboros személyében, aki hát azért is fontos nekünk, mivel 1939-ben ő lett a pápa. És ha még megnézzük azt, hogy milyen párhuzamok vannak a mostan idei kongresszus, illetve a 38-as között, akkor is volt elsváltozás, kb. 150 000 elsváltozó vett ezen részt. Ugyanúgy volt esti szentségimádás. Volt olyan, amikor csak férfiak vettek részt az éjjeli szentségimádáson, ott is kb. 150 000 férfi, akik aztán az éjféli szentmisén is részt vettek. A záró szentmise akkor is a Hősök terén volt, a nyitó szentmise is egyébként. És ezeken a szentmiséken egy kicsit, most így lokál patrióta leszek, közreműködött a Schola Cantorum Savariensis, a Szombathelyi Egyház megyei Gumbus Werner Alajos vezetésével. És akkor is, ahogy most is lesz majd körmenet a Szent Jobb jelenlétében, ugyanúgy akkor is ez a körmenet megvolt. Befejezésül, mielőtt átadnám a szót Mira nővérnek, Pacelli bíboros záró szentmisén elmondott szavait szeretném idézni, ami szerintem nagyon szép és nagyon megható és aktuális, úgy akkor is az volt és most is az. Ezt mondja a bíboros. Ez a kongresszus a szeretet kötelékével fűzi össze az eukarisztikus király híveit mind az öt világ részen. Az eukarisztikus lelkek erős lelkek. Az eukarisztikus lelkek hősies lelkek. Nem a világból való visszahúzódás a helyes magatartás, hanem az eukarisztiából táplálkozó szeretet apostolkodás. Ennek kell meghódítani a világot. A jó és a rossz hatalmas párviadalban mérkőznek egymással. Jelen pillanatban senkinek sincs joga ahhoz, hogy közömbös legyen. Én kívánom mindenkinek, hogy részt tudjon venni ezen a kongresszuson és lelkiekben, szeretetben és az Isten kapcsolatban gyarapodjék, és akkor át is adnám az ott nyilván. Kérdésem, Jézus Mira nővér Szombathelyről. És én rögtön idéznék egy domonkos szerzetest, aki az eukarisztiáról gyönyörű himnuszokat írt, erről is ismerjük őt, kíváncsi vagyok, hogy rá ismernek, hogy ki az. Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt, mikor lesz, hogy szomjas vágyam jól lakik, hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, lejjem szent fényedben boldogságom. A Künői Szent Tamás, így van. És hát ugye, hogyha emlékszünk az első verszakára, ennek akkor meg jobban ismerjük az Imádlak és Áldlak című éne, vagy a Tantum Ergo Sacramentum, nagyon sok, nem sok, de olyan 4-5 eukarisztikus himnuszt írt Szent Tamás. És az eukarisztiához hát elég sok köze van, nem csak annyiban, hogy ugye himnuszt írt róla, hanem az egész élete az Isten felé való haladás volt, hogy egyesüljön vele. Az eukarisztiában mi is ugye egyesülhetünk Krisztussal, benne van az az Isten, aki egyesült velünk az emberségében. Most rögtön megragadom az alkalmat, Szent Tamás útja, ez az egyesülés útja eléggé sajátos, és én úgy látom, hogy inkább férfi út,
az Isten való egyesülésben. Párhuzamba állítanám a kortársával, Árpád-házi Szent Margittal, őt már talán jobban ismerik, ugye a Margit sziget, a királynány. És pont egy időben értek, ugye Nápolyban, Szent Tamás Margit szigeten Margit. 17 éves volt Tamás, amikor a Margit született, és 45, amikor meghalt. Hát az ő életében élte le 28 évét Margit. És Margitnak is az eukarisztiához nagyon mély kapcsolata volt, vagy fűződött, hiszen ahogyan az eukarisztia is megtöretik, ugye, és úgy osztja szét a pap, hogy Krisztus teste is megtöretett a keresztet, Margitnak a teste is az egész emberségét a testével együtt adta engesztelő áldozatul a nemzetért és az egyházért. Ugye nem is kell magyaráznom, ha Margitra gondolunk, akkor mindenkinek eszébe jut a sündisznó vezeklő öv és a sokféle vezeklés, amivel királynál létére megalázta magát, és a kereszten, a szenvedésben egyesült Krisztussal. Szent Tamás más módon egyesült Krisztussal, az értelmével. Ezért gondolom, hogy ez egy férfi út, ahogy a nőnek egész életében az volt a vágy, hogy megértse, ki az az Isten, és hogy ennyire szeret minket. És óriási teológus volt az egyházban, azóta sincs nagyobb teológusunk, és rengeteg könyvet írt, és volt, hogy egyszerre három könyvet is diktált a titkároknak. A főművét, vagy hát legalábbis amiről legjobban ismerjük őt, az a Summa Theologiae, amiben összefoglalja, summázza a teológia foglalata, mindazt, amit az Istenről megtudhatunk emberi értelemmel. Ennek három nagy könyve, az első az Istenről szól, a második az emberről, és a harmadik pedig a kettejük egységéről, Krisztussal, akiben ugye Isten és ember egyesül, és az embernek az útjáról, az egyesülés felé, a szentségeken keresztül. A szentségeknél hagyta abba, pont az oltári szentséget tudtam még kidolgozni, amikor egyszer csak abba hagyta az óriási teológiai munkáját, és ezen el lehet gondolni, hogy vajon miért hagyta abba, és miért ott hagyta abba. A kortársaknak van róla tudomása, mert hogy megírta az oltári szentségről a fejezeteket, nagyon hosszú szöveget ír az oltári szentségről, több, körülbelül 10 fejezet szól a Summa Theologiae-ben. És utána éppen, hogy elkezdi a bűnbánat szentségét, és már nem marad ideje a papság meg a házasság szentségére. Nem azért már meghalt, hanem mert történt egy döbbenetes találkozása az Istennel. Ott volt a titkára, amikor a keresztről leszólt hozzá az Úr Jézus. Tamás kérdezi remegve, hogy jót írtam. És Jézus azt mondja neki, hogy jót írtál, Tamás, mit kérsz cserébe? És Tamás ugye szeretettől lángol, annyira is semmi más, csak téged. És ezután a találkozás után nem sokkal másfél évre meg is hal. Hát ugye találkozik a mennyországban a szeretett urával. De a kortársak szemére hányták, hogy hát miért hagyta abba az írás, hogy szükségük lenne még a tanítására, meg hogy befejezze a könyveit. És azt mondta, hogy mindaz, amit eddig írtam, a szalma ahhoz képest, amit megtapasztalt az élő Istennel. És ez nem azt jelenti, hogy fölösleges volt ez a hosszú munka, az elméleti keresése az Istennek, a megértése való törekvés, hanem eljutott egy határig, ami után lehet, hogy a csend következik, de oda állt egy sokkal mélyebb megértés. Ő maga azt írja, hogy a hit, tehát itt a Földön a hit, előíze annak a tudásnak, ami a jövőben boldoggá tesz minket. Őt ez a tudás tette boldoggá, hogy oda állt a színről színre látásban, befogadta az értelmével, így az emberségén, az értelmén keresztül Krisztus. Ezért gondolom, hogy ez inkább egy férfi út, az értelmi keresés, és a nőnek meg az egész emberségével, a testével való egyesülés volt ugye az útja Margitnak. És akkor mi az a fejezet, amiben a legtöbbet megtudunk az eukarisztiáról, hogy igaziból Tamás előtt és után se tudták jobban megfogalmazni, hogy mi az eukarisztia. Három kérdésre keressünk gyorsan választ. Az egyik, hogy mi ez, a második, hogy hogyan lehetséges, és a harmadik, hogy miért. Mi ez? Azt tudjuk, hogy igen, a 7 szentség közül az egyik szentség, de Tamás hangsúlyozza, hogy nem az egyik szentség, hanem a legfontosabb, az összes többi szentség erre irányul. Azért keresztelkedünk meg, hogy ugye lemossa Krisztus vére a bűneinket, hiszen egyesülhessünk az eukarisztiában. A bérmálás például úgy fogja fel, hogy bátorságot ad, hogy ne féljünk vele egyesülni. Aztán a
a bűnbánat szentsége, a betegek kenete az megtisztít, hogy hozzájuthassunk, hogy magunkhoz vehessük. A papság szentsége is igaziból azért van alapítva, hogy legyen oltári szentség, ezt szolgálja a papság. És a házasság szentsége is ezt jelképezi, ezt egységet, ugye az eukarisztiában az emberséggel is egyesült Isten van jelen, és velünk akar egyesülni az áldozás közben. A házasság szentsége is ezt jelképezi, hogy az Isten ember házassága jelenhet meg. Az, hogy mi ez, ezen még gondolkodván, ő vizsgálta a neveit, hogy milyen neveket adnak az emberek, meg az egyház ennek a szentségnek. És azt mondja, hogy maga a szakrificium, az áldozat szó, amit összes szentségben is benne van, és szakramentum, mindegyik szóban benne van az, hogy áldozat, tulajdonképpen a múltat tesz jelenvalóvá. Múltban a tökéletes áldozat megjelenik, ezért nevezhetjük szakrificiumnak, vagy hossziának áldozatnak. Az Úr szenvedése jelenik meg. De a jelenben is szól nekünk ez a szentség, a jelenben is aktív, mert hogy kommuniónak is nevezik. A kommuni az a közösséget jelenti. Közösség az Istennel, és közösség azokkal is, akik velem együtt áldoznak. Tehát amikor én áldozom, nem csak Istennel egyesülök, hanem az összes többi emberrel, aki áldozik. És ráadásul a jövőből is ad nekünk tartalmat, mert hogy az áldozás felkészít majd az igazi találkozásra az üdvösségben. Útravalónak is, viatikumnak is hívják ezt a szentséget. Ebben nem csak az van, hogy legyen az úton erőnk, hanem az is benne van, hogy egy gyönyörűséget készít elő, annak a gyönyörét, ami az Istenvel találkozásnak a boldogsága. Az, hogy hogyan lehetséges, azt megmagyarázza Tamás, hogy egyrészt, ugye amikor az oltári szentségen a pap leteszi, itt van most is az ostya előkészít, az még csak sima ostya. És amikor megtörténik az átváltoztatás, akkor letérdelünk előtte, hiszen ott van benne már Krisztus. De nem látjuk, hogy változna valami, ugye? Ezért valóban a hit szemével tudjuk ezt befogadni. Ami történik, hogy annak a dolognak, annak a kenyérnek a lényege változik át. Ezt a filozófiai tanulmányai során sikerült végül is kifejtenie, hogy a színek, tehát a minőségi jellemzők azok maradnak, a színek, az alakja, az íze, de a lényege átalakul. Hogyan lehetséges ez a csoda? Hát úgy lehetséges, hogy nem a pap változtatja át, hanem a Szentlélek, az Isten szava, maga Isten avatkozik be itt az eseményekbe. És ez azért lehetséges, mert hát Isten teremtett ezt anyagi világot, tehát tökéletes hatalma van így az anyagi világ fölött. Ő tart létben igaziból, ő tartja létben az egész anyagi világot, tehát meg tudja tenni, hogy az anyagban egy ilyen érdekes és döbbenetes változást hoz. Ez a hogyan, és hogy miért, igaziból már az anyaga ennek a szentségnek kifejezi az Isten vágyát, hogy miért borban és kenyérben változik át. Ugye a kenyér, az sok-sok búzaszemből lesz egy kenyér, tehát a közösséget, az egységet szeretné ebben úgymond jelképezni is ebben az anyagban. És a bor is, ugye sok apró szőlő szemből lesz egy borrá. A közösség szentsége ez, és Tamásnak ez a kedves megnevezése, amit Ágostontól vettek, és ami 38-as eukarisztikus kongresszus jelszava is volt, ez a vinculum caritatis. A szeretet köteléke, a szeretet egységbe vonó erejét jelképezi, fejezi ki. Egységet a embernek a teste és a lelke között, a férfi és a nő között, emberek és emberek között, népek között, és elsősorban Isten és az ember között.